Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Csobán Katics Bernadett vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. A hősök terén emlékeztek meg az 56-os forradalmárokról. Az őket érintő veszélyekre hívták fel az idősek figyelmét a Magházban tartott előadáson. Sikerrel zárult a Gondos Gazda Virágos Porta program. Tök jó napjuk volt az ovisoknak. Tolnán a hősök terén hajtottak fejet az emlékezők az 1956-os forradalom harcosai előtt. Az ünnepséget zenés műsorral kezdték, majd Affelszoffer Ágnes polgármester mondott ünnepi beszédet. Magyarország, te vagy a szívembe írva, Magyarország, te vagy a lelkembe bízva, Magyarország. Tolnán a Hősök terén a Szent István Katolikus Gimnázium tanulóinak zenés műsorával kezdődött az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából tartott megemlékezés. Az előadás után a város polgármestere Appelshofer Ágnes mondott beszédet az összegyűlteknek. Kiemelte, az 56-os hősök magasra tették a mércét, példát mutattak hazaszeretetből, a haza iránti elkötelezettségből és abból a hihetetlen szabadságvágyból, ami végigkísérte a magyarság életét. Ránk, akiknek ezek az évtizedek nem egyedül a történelemkönyvekben léteznek, hanem még emlékeinkben, saját tapasztalásainkban is, jelentős feladat hárul. Meg kell ismertetnünk fiataljainkkal történelmünk azon korszakát, mert csak így van esély arra, hogy megértsék, mekkora drága kincs a szabadság, a nemzeti függetlenség. Meg kell tanítanunk gyermekeinknek, hogy a megmaradásunkat és a jövőnket jelentő szabadságot és nemzeti függetlenséget nem adják ingyen. Minden nap újra és újra meg kell küzdeni érte. A polgármester beszédében azt is kiemelte, kötelességünk, hogy az ifjúságnak elmondjuk, kik, mit és miért tettek 1956-ban. Nekik is tudniuk kell, a pesti srácok és lányok önfeláldozó hősiességről tettek tanúbizonyságot. Szinte fegyverek nélkül, közös szívdobbanással, hatalmas elszántsággal, a legnagyobb túlerővel szemben is képesek voltak fellépni a szabadságért és függetlenségért. Elmehettek volna innen, elfogadhatták volna, hogy a rendszer megváltoztathatatlan. Ők azonban nem ezt tették, küzdöttek, kitartottak a végsőkig, készen álltak arra, hogy életüket is feláldozzák a szent szabadság oltárán. A harcban osztály és felekezeti különbségek nélkül vett részt az egész magyar nép, s megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, melyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhér különítményesek ellen fordult. A mi felelősségünk abban rejlik, hogy függetlenségünket, hazánk hosszú idő után visszanyert szabadságát mire használjuk. Joggal merül fel a kérdés, képesek leszünk-e megőrizni azt, és sértetlenül átadni gyermekeinknek annak érdekében, hogy ők ne is ismerjék meg a kiszolgáltatottságot, az idegen elnyomást. Csak akkor és csak is akkor érhetnek majd ők is büszke magyarként a 48-as és 56-os elődeink által megálmodott szabad hazában, ha mi jól sárfárkodunk az örökül kapott szabadságunkkal, függetlenségünkkel. Appelshofer Ágnes Vas Albert költő szavaival zárta a beszédét. A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna. Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem elég még ahhoz, hogy szabaddá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják, hogy a rájuk eső rész. Mert a szabadságot a magyarok ki lehet vívni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte. De megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben maradt élni, és tud ezzel az érette, napról napra kemény munkával és tiszta becsülettel. Mindössze hőseink halála árán, ingyen kenyelemből még nem nyert szabadságot magának nép ezen a földön. A műsor lezárásaként a város vezetői, az intézmények és a társadalmi szervek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit a téren felállított emlékműnél. Ha
Hagyományteremtő jelleggel tartották meg a vándorló szépkorúak az első bűnmegelőzési és tűzvédelmi előadásukat Tolnán, a Magházban. A rendezvényen szakemberek látták el hasznos, a mindennapokban is alkalmazandó tanácsokkal az időskorú embereket. A jelzésben benne van a jelzésnek a helye, a jellege, és ők ezt a jelzést ezt értékelik, és ezt tovább küldik az adott hivatásos tűzoktó parancsnokságra. Tehát, hogyha mondjuk Szárkán van a káreset, vagy mondjuk Tolnán van a káreset, akkor átkerül mondjuk a Szárkán, akkor a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokságon jelenik meg a jelzés. Hogyha Tolnán, akkor a tolnai önkormányzati tűzoltóságon fog megjelenni a jelzés. Bűnmegelőzési és tűzvédelmi előadás szervezett Tolnán a Magházban a Vándorló Szépkorúak baráti köre. Az ötletet az adta, hogy egyre több nyugdíjas korú ember panaszkodik arra, hogy könnyű céltáblái a csalóknak, hiszen őket sokkal egyszerűbben és gyakrabban csapják be az erre szakosodott emberek. Például most itt van az a fa mizéria, becsapják őket. Tegnap előtt is hallottam egy olyan esetet, hivatalos helyről megvették a fát, és nem annyit vittek, amennyit kellene. Állandóan becsapja, vannak a csoportársak, nem csak az idegen emberek is, és én úgy gondoltam, hogy ennek adjunk egy teret, és akkor szakemberek jöjjenek el, és mondják el, mi a helyes út, hogyan kell fát rendelni, hogyan kell tüzelni, hogyan kell kéményeket használni, tüzelőberendezéseket, és ma ez van. A rendőrség részéről a szakember az óvintézkedésekre hívta fel az idősek figyelmét. Sajnos tavaly egyik nagyon idős csoportársam panaszkodott nekem, hogy képzeld el, akkora hülyeséget csináltam, hogy 3 idegen embert beengedtem a házba, de hála Istennek semmit nem vittek el. Felmérték a terepet, de nem jöttek vissza. Nagyon oda kell figyelni, hogy senkit ne engedjenek be a házba, idegen embert ne engedjek be a házamba, és valakivel szóba elegyenek, az életemet ne meséljem el. Nem meséljek az anyagi helyzetem, semmiről, csak arra válaszoljak, amit kérdeznek. Ez a legfontosabb. Mert a mi időnkben bizalom megvolt az emberek iránt. Összejártunk, nyitottak voltak az ajtók mindenféle, de ez a világ megszűnt. Teljesen más világon. Tűzvédelmi témában a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tűzoltó parancsnoka tartott előadást az összegyűlt szépkorúaknak. Többen is vannak a csoportban, akik eddig gázzal fűtöttek, és most áttérnek a hagyományos fára vagy a szénre, de inkább a fára. Például most jó múltkorában elvazom az egyik csoportársam, azt mondja, gyere, nem tudná nekem segíteni. Azt mondja, próbáltam begyújtani, mert jöttek a hűvösek, begyújtani egy kis gyújtósa, hogy mégis langyos legyen a szoba, és nem ment ki a füst, mert tele volt a kémény kürtő, tele volt több évtizedes korom benne volt, és most eljött az a helyzet, hogy már nem tud kimenni, és elmentem, segítettem neki, és muszáj arról beszélni, itt van a szakember, elmondja, hogy hogyan kell felkészülni a megváltozott fűtés szokásokra. A városvezetés részéről Berta Zoltán alpolgármester képviseltette magát a hagyományteremtő rendezvényen, aki elmondta, nagyon jó dolognak tartja ezt a kezdeményezést. Megmondom őszintén, meglepett, mikor ezelőtt mintegy 2 héttel fölhívott, hogy ilyen civil kezdeményezésként milyen előadás megtartásán töri a fejét, hiszen nem jellemző, hogy nyugdíjasok, vándorló szépkorúak bűnmegelőzési, illetve katasztrófavédelmi témába tartsanak előadást, de amikor elmondta az ötletet és elmondta az apropóját, egy kimondottan támogatandó, és azt mondom, hogy folytatandó elképzelésnek tartom, tehát én azt gondolom, hogy azt ajánlom, hogy ennek legyen folytatása, és többekkel is ismertessük meg ezeket a fontos információkat. Évről évre, vagy azt mondom, hogy pár évente előfordul, amikor megjelennek a településen ezek a besúranó tolvajok, illetve ezek a különböző módon otthonokba, háztartásokba bejutó csalók, ezek meg önkormányzatunkhoz is beszoktak futni ezek a jelzések, azonnal ilyenkor a rendőrséggel felvesszük a kapcsolatot. Én fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy a jó hiszeműségünkre, a nyitottságunkra appellálnak jellemzően az ilyen bűnelkövetők, és ezért könnyű csapdába esni és áldozattá válni, és kitűnő volt az előadás, amit ma hallottunk a helyi rendőrös képviselői részéről, ahol erre fölhívták a figyelmet, és ezúton is szeretném az érdeklődők figyelmét fölhívni, hogy vegyük komolyan ezeket a jelzéseket, figyelmeztetéseket.
Tavasszal a közlekedés témában tartanak majd előadást az időskorú embereknek, oda is, mint ahogy erre az előadásra is minden érdeklődött szeretettel várnak. Rövid reklám következik, majd arról a pályázatról beszélünk, melynek eredményeként újraindult a város szépítését célzó kezdeményezés. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, lézervágó, lyukasztó, gépkezelő kiemelt bérezéssel 3 műszakos munkarendben. Gépkezelő, gyártás technológus munkatársat gépészmérnöki vagy gépésztechnikusi végzettséggel. Ha elmúltál 18 és szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál 1-2 műszakot és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.valone@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7130 Tolna belterület 970/110-es szám alatt. Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Öt év kihagyás után újra meghirdette Tolna városa a Gondos Gazda Virágos Porta pályázatot. A szép emlékű Tiszta Udvar Rendesház mozgalom mintájára, útjára indított mozgalomra jelentkezők értették a kiírók szándékát, melyben a környezetvédelme a legfontosabb szándék. Az idei akciót sikeresen teljesítők átvehették elismeréseiket a polgármesteri hivatalban. Azt gondolom, hogy egy városban rendkívül fontos az, hogy milyen a külleme, hogy néz ki, az emberek hogy érzik magukat benne. Természetesen abból a szempontból sem mindegy, hogy mennyi virág, mennyi fa, mennyi növény van egy városban, hogy annak a városnak milyen a levegője. Ezek a célok vezették a város vezetését, hogy 5 év után újra meghirdessék azt az akciót, mely torna virágossá tételét célozza.
Nem csak a közterületek parkosítása lebegett a szervezők szem előtt, hanem a hajdan nagy sikerrel futott Tiszta udvar rendesház akció mintájára, a kertek szebbététele is buzdították a városlakókat. És az esztétikum mellett persze a környezetvédelme is szerepet játszott az akció újraélesztésében. Sürgető cél, hogy minél több legyen a városban a fa, minél több legyen a virág, minél több legyen az a terület, ahol az emberek össze tudnak jönni, szívesen találkoznak egymással, gondolok itt a parkokra, gondolok itt azokra a területekre, ahol szívesen eltöltenek egymással némi időt. A kezdeményezés hamar nyitott fülekre talált, viszonylag gyorsan érkeztek a jelentkezések a polgármesteri hivatalba. 8 pályázat érkezett be, amibe az a csoda, hogy az elmúlt 5 évben ezt a pályázatot nem tudtuk tulajdonképpen elindítani, mert hogy 2013-ban alapította meg az önkormányzat ezt a pályázatot, 2017-ig gyakorlatilag működött, 2017-ben viszont már csak egy pályázat érkezett, amelyet aztán menet közben le is mondtak. Utána 5 évig gyakorlatilag nem került kiírásra, nyilván, hogy ebbe benne van a pandémiás időszak is, és amikor mi összejöttünk ezzel a csoporttal, és átbeszéltük, hogy érdemes lenne elindítani, akkor arra jutottunk, hogy az emberek a pandémiás időszakban kicsit behúzódtak, kicsit többet törődtek a környezetükkel, a kertjükkel, a kis parkjaikkal, és hát ha most lenne az az időpont, amikor ismét érdemes lenne ezt a pályázatot kiírni és meghirdetni. Úgyhogy folyamatosan kérdezgettük a hivatalt, hogy mi a helyzet, és nagy-nagy örömünkre szolgált az, hogy az emberek rámozdultak, és igenis fontos számukra az, hogy milyen a környezetük, milyen a házuk tájéka, és egyáltalán azáltal, hogy az ő környezetük szép, az ő házuk tájéka szép, ezáltal a város is egyre gyarapodik és egyre szépül. A bírálók a pályázat kertjeiről készült képeket folyamatosan osztották meg a közösségi felületeken, remélve, hogy a pozitív példa ragadós lesz, és egyre többen kapnak majd kedvet részben a kertek rendezéséhez, részben veszik a bátorságot, hogy mindezt meg is mutassák a közösségnek. Figyeltem én azt, hogy az emberek hogyan reagálnak rá. Nyilván, akinek több volt az ismerőse, ott több dicsérő szó érkezett, akinek kevesebb, ott esetleg kevesebb, de minden esetre az embereknek a figyelmét én azt gondolom, hogy felkeltette. És ez talán ad reményt a jövőre nézve is, hogy következő évben, amikor ismét kiírjuk majd ezt a pályázatot, akkor talán többen fognak rá jelentkezni, és többen érzik úgy, hogy fontos számukra az, hogy megmutassák a város többi lakójának, hogy ők hogyan törődnek a környezetükkel, és hogyan próbálják ezt egyre szebbé tenni. Maga az a tény, hogy ő kap egy olyan táblát, amiben ki tudja tenni a házára, hogy gondos, gazda, virágos porta. Én bízom benne, hogy a mostani díjazottak is nagyon büszkék lesznek erre. A város szépítéséért tavaly alakult munkacsoportnak ez volt az első akciója. A jövő esztendőben újra kiírásra kerül majd a pályázat. Emellett tervben van, és hamarosan napvilágot lát egy kiírás, mely egy olyan terület kialakítását is célozza, ahol a Tolnán született gyerekek szülei üthetettek majd fát csemetéjük tiszteletére. Erősítve ezzel a köteléket a családhoz és a szülővároshoz. Tök jó napot tartottak a tolnai Pittypang óvodában. Az intézményben már régóta hagyomány, hogy ősszel kicsik és nagyok összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljenek. A programon egy lámpás felvonulás keretében is megmutathatták magukat a beöltözött ovisok a város utcáin. Beöltözve, énekel, verselés, zenés kísérettel mulattak a gyerekek a Pittypang óvodában Tolnán, ugyanis megtartották a Tök jó nap elnevezésű rendezvényt az intézményben. A kicsik több héten keresztül készültek a programra, ez idő alatt különböző módon dolgozták fel a tök témáját. Közepébe lámpás teszek, mert csodálja minden gyerek! Sütött
mentünk, meg még lámpásokat készítettünk. És mit sütöttetek? Ilyen tökös sütit. Kertbe oson a kis jóka, tököd fajna reggel óta. Húzta, húzta, meleg voltam, sütőtökkel összekocsan. Az ovisok megtanulták, hogy többféle módon is fel lehet használni a zöldséget. Köl formájú. És mi? Egy sárga sínű. Sütni. És mi? Tisnek kilakni. A résztvevőket zsíros kenyérrel, süteménnyel és teával kínálták az óvodában. Az intézményben már régóta hagyomány, hogy ősszel kicsik és nagyok összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljenek. Azonban az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt csak zárt kapuk mögött tudták megtartani a rendezvényt. Most viszont nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy egy ilyen nagyobb volumenű programként újra megtarthattuk itt a szülőkkel közösen. Tökös projekttel készülünk a gyerekekkel, ez azt akarja, hogy több héten keresztül, több témával dolgozzuk fel a magát a tököt, mint témát. Ugyanígy a vizuális témában, környezet, matematika, mindenféle mozgásba is próbáljuk bevinni ezt a jelleget, úgymond, mivel az óvodánk programja is a projektmódszeren alapszik. Fél ötkor kezdtük el a programot, egy közös énekkel, verseléssel, utána a Parti Café zenekar tartott egy rövid kis táncházat, most viszont pályázati megvendégelésből tudjuk úgymond a szülőket zsíros kenyérrel, forralt borral és teával kínálni, és akkor, ha vége van a kínálásnak és a fogyasztásnak, akkor egy lámpás felvonulással szeretnénk a gyerekek örömét kicsit deríteni. Igazából, mivel tök jó napról van szó, ezért így a tökre próbálunk orientálódni. A lámpásaink is tökös fejekkel, illetve kicsit így a Halloweenbe is belenyúlva készültek, de mi tök jó napnak hívjuk, ezért szeretnénk ehhez egyelőre ragaszkodni. Nem gyanítjuk, hogy így a Covid helyzet volt az, ami kicsit így a szülőket, illetve a vendégeket is úgymond visszatartotta, ugye a kimozdulásból, illetve a szabadidő programjainak a tervezéséből. Így azt gondolom, és úgy látjuk, hogy nagyon szívesen vesznek részt ilyen jellegű rendezvényeken, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vagyunk. Nagyon-nagyon várták, nagyon készültek rá. Ugye mind a hat csoportunk most már vegyes csoporttal működik, ez azt jelenti, hogy pici középsősök és nagyok is vannak minden csoportunkban. Ugye a középsősök és a nagyok már tudták, hogy miről van szó, hiába zárt körben tartottuk ezeket a programokat idáig az elmúlt két évben. Ettől függetlenül nagyon nagy lelkesedéssel várták, főleg azért, mert most ugye nyitott a családok előtt is. Az esemény zárásaként szülők és gyerekek lámpással a kezükben vonultak fel együtt Tolna utcáin. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!